Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend. Az első részben többek között a test ékesítéséről lesz szó. Tavaszi sminkek, tavaszi üde ruhák, de most egy meredekebb téma, hiszen órákig lehetne arról beszélgetni, hogy miért csináltat valaki tetoválást, a másik ember pedig miért ítéli el az ilyen önkifejezést, vagy éppen divatot. Most azonban in medias res, elfogadjuk, hogy van ilyen, mármint, hogy tetoválás, tetováló és tetováltató ember is. Vendégem Krizsanovszky Máté, aki alkot, és önmaga is, hát szépen büszkélkedhet különböző ékeskedő tetoválásokkal. Szervusz! Szia! Alapozzuk meg a dolgot, hogyha valaki szeretne tetoválást csináltatni, készítetni, akkor hogyan kell ezt az egész procedúrát beindítani? Mik az alapok, amiket tanácsolsz? Az alapok először is, hogy gondolkozzon rengeteget, legyen elég idős fejbe igazából. Mert hát örökre rajtunk marad, így meggondolatlanul nem lehet. Bár ez se igaz, mert egy idő után már az ember meggondolatlan és csak pakoltatja magára. De legelőször végig kell gondolni, hogy az neki jelentsen valamit, ne csak divatból, bár ez mostanában nagyon... Divat. Divat, igen. És nézegetni kell rengeteg. Uh-huh. Ott van az internet, most már is lehet nézegetni órákig, napokig, hetekig, hogy mit szeretne, és abból milyen művek születtek eddig. Az internet nagy úr, és nagyon sok tetoválós magazinműsor is segíti most már a gondolkodókat. Ettől függetlenül muszáj megkérdeznem, hogy milyen alapvető, egyszerű, sokszor talán bugyuta kérdéssel keresnek meg titeket, tetováló mestereket, és hogyan reagáltok ezekre? Hát az első, amit mondtál, hogy műsorok vannak, tehát az a baj, hogy műsorok, az a szórakoztatás, az nem a valóság. Tehát amit onnan leszűr az átlag ember, az nem igaz. Uh-huh. Nem így működik az egész, és ez egy kicsit tévútra viszi. Úgy ott a kérdések, hát abból van rengeteg. Először is, hogy mit szeretnél, nem tudom. És mit lehet választani, meg miből lehet választani, hát ez már nem működik. Tehát nincsenek külön mappák, hogy itt van ötféle kis ördög. Egy kis ördög. Ami már rajta van 15-20 emberen, és akkor ezt újra felrakjuk neked, mert boldogok vagyunk. Tehát ez már nem működik. Közben nézem, bocsánat, hogy van ilyen beleegyező nyilatkozat is, a nézők is ezt láthatják, ezt ki kell tölteniük. Mit kell egyáltalán bevállalni, aláírni, szignózni ilyenkor? Először is a mintát, ami rákerül, tehát hogy ha írásos minta, akkor leellenőrizte, hogy minden rendben, jól van írva, helyes a szöveg, esetleg idegen nyelven van, akkor nem akkor azt jelenti, számít, hogy helyes legyen, vagy valami. Illetve, hogy egészségügyileg rendben van-e az illető, tehát szív, érrendszeri, bőrbetegség, esetleg ájulást tudnunk-e, el akar ájulni éppen, vagy nem akar elájulni. Illetve, hogy 18 éves elmúlt-e, nem múlt el, akkor külön beleegyező nyilatkozat kell a szülőtől is. Tehát akkor van amúgy arra esély vagy lehetőség, hogyha mondjuk valaki még 17 éves, de szeretne egy nagyon egyedi delfint felvaratni a mellkasára, akkor mondjuk anyuci beleegyezzen. Hát van lehetőség, bár nem szeretjük annyira. Tehát akkor inkább valaki ténylegesen legyen felnőtt, így és van. Akkor átgondoltan tehát válaszol. Tehát valaki nem tudja azt, hogy cukorbetegen nem tanácsos tetováltatni, azt se nagyon szeretjük elvállalni, elmondjuk, hogy mik a veszélyei, és ezt tudnia kell, tehát ezért is kell aláírni, azonosítható legyen, hogyha esetleg anyáik nem tudják, és beiszerelt, hogy 18, akkor... Ti legyetek levédve magyarul. Vannak ilyen alapvető kérdések, fáj
igen. Igen, fáj. Gondolom belefutottok egy pár ilyen alapvető kérdésbe. Mik azok, amik még úgy érdeklik az embereket a tetoválásokkal kapcsolatosan? Gondolok itt arra, hogy cukorbeteg, 18 éves, ugye ezeket kivesértük. Ezeket nem szokták érdekelni őket. Nem szokták? Nem. Akkor mi az, amit kérdeznek tőletek? Ugye laikusok beesnek. Igazából a színeseknél mindig az, hogy az allergia, fémallergia lehet-e, lehet-e próbapöttyöt tenni. Lehet, és nem lehet? Szoktunk, nem, mert valamikor 2-3 év, mire előjön ez az allergia, vagy hónapok, tehát rögtön nem jelentkezik. Esetleg még sportolhat-e, mikor mehettek szoliba, tehát ezek a legfontosabb dolgok, amit kell kérdezni. Na, egy pár dolgot akkor tegyük rendbe. Most például előbújt a napocska, érkezik a meleg idő, sokan azt mondják, és akkor válaszolhatsz is rá, akár igaz, akár nem, hogy napsütéses időszakokban melegbe ne tetováltassunk, mert leég, nem jó, izzadunk, nem jó. Melegben, nyáron, jó időben lehet-e tetováltatni? Lehet. Én általában nyáron tetováltatok Pesten, mert akkor jutok fel. Nem kellemes, nem azt mondom, hogy kellemes, télen néha jobb, de ez attól is függ, hogy mennyire izzadékony az ember. Egy irodában ül napi 8 órát, akkor napfény nem éri, nem szabad strandra menni, igazából ez a legrosszabb a nagy melegbe. Nagy dilemmát okoz amúgy a tetoválás az embernek bárhány éves is, hiszen egy örök ékessége lehet a testünknek, vagy éppen csúfsága, hogyha egy olyan nem feltétlen hozzáértő szakemberhez megy ugye az ember. Még egy dolog, most már mondják, hogy el lehet távolítatni a tetoválásokat, lézeres kezelések, stb. Igaz, nem igaz, vagy hogy működik ez? Hát igaz is, meg nem is. Tehát vannak olyan lézer technológiák, amik eltüntetik nagyon nehezen. Ezt hát Magyarországon nem nagyon alkalmazzák. Vannak, amik halványítják inkább. Kémiai kezelés, krémek, sóoldatos, mindenféle létezik. Az, hogy eltűnjön teljesen, az még itt Magyarországon lehetetlen szinte. Tehát akkor tényleg meg kell gondolni, hogy az a kínai írásjel nehogy azt jelentse, hogy sült csirke, vagy éppen a Beckham feliratból ki nem maradjon egy betű. Egy B betű, vagy valami, igen, tehát tényleg nagyon sokrétű ez a dolog. Egy biztos, azt mondhatom a ti nevetekben, a te nevedben, hogy mindenképpen konzultáljon hozzáértő szakemberrel, minden kérdése választ tudtok adni. Így van. A legnehezebb az, hogy nem néznek utána, hogy kihez mennek, miért hozzá, nem választanak tetoválót, csak beesnek néha. Tehát azt is meg kell gondolni. Hát itt a megyében is vannak azért kóklerek, de hát ez már más téma, tényleg erről órákig lehetne beszélgetni, és hogyha már tetoválás a téma, akkor mindenképpen érdemes arról is szólni, hogy az akciófilmekből soha nem maradhatnak ki a tetovált férfiak, így a legújabb magyar remekből sem, a Tiszta szívvel című Till Attila film bemutatóját múlt héten láthatták Nyíregyházán, ahol közönség találkozóra is várták az érdeklődőket. Az akció vígjáték három kerekesszékes férfi találkozásáról és közös bűncselekményeiről szól. A bemutató is ott voltunk, és készített is Bogi nekünk egy összefoglalót. Teltháza moziban rengeteg érdeklődő érkezett a Tiszta szívvel című legújabb magyar film vetítésére. A film után két főszereplővel, Fenyvesi Zoltánnal és Túróci Szabolccsal találkozhatott a közönség. Az akcióvígjáték egy baleset után kerekesszékbe került tűzoltó és két fiatal kerekesszékes fiú találkozásáról, valamint közös bűncselekményeiről szól. Ezt a síros nevetős világot tartom a legfontosabbnak, mert hát a szélsőségeket így tudja az ebben megélni, és hát itt felmerült egy pont, hogy mi az, amikor átszakad a nézőkbe az a vágy, hogy lehet-e nevetni mozgássérülteken, fogyatékkal élkül. Ez egy kardinális kérdése volt ennek a pontnak. És hogyha eljutunk a horgászási jelenetig, akkor biztos, hogy onnan már átszakad a gát, vagy ez az ominózus automatás jelenet, ami hát az Ádámnak egy stand-upja, de hát ez mind belőle jön, tehát hogy sőt, ő még turvábbakat szokott csinálni önmagával szemben. Szóval ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy ez kell ahhoz, hogy felszabadultan feltörjenek az emberek az érzelmek, hogy így igazán, hogy velük és nem rajtuk nevetünk, ez egy óriási különbség, és ezt a Zoliék is mindig bátorítottak, hogy hát ők is használják, sőt, imádják a nyomi szót, szóval ezek mind olyan dolgok, ami az ő életükben abszolút benne van, és nagyon bátran, és szinte nem is gondolják, hogy mennyire provokatívan fricskáznak ezzel a ő létükkel.
A filmben mellettük a főbb szerepekben még Fekete Ádám és Balsai Móni játszik. Túróci Szabolcs, a nyíregyházi színész játszik színházban, de folyamatosan szerepel filmekben és sorozatokban is. A Tiszta Szívvel rendezőjével, Tilla Attilával ez volt a harmadik közös filmes munkájuk. Sokat kellett gyakorolni, meg hát át kellett, nehéz ezt megmagyarázni. Hát a Zoliék sokat voltak a segítségemre, és próbáltam sokat velük lenni köztük. Volt egy nagyon komoly, jó tanárom, egy mozgásterapeuta, aki sokat segített, és hát már hónapokkal előtte tudtam, hogy ez lesz, és akkor így készültem rá sokat. Voltam kint terepen, össze-vissza, minden, amit el lehetett lesni, azt ellestem tőlük. A film másik főszereplője Fenyvesi Zoltán, jelenleg főiskolai hallgató és sportoló is. Eddig reklámokban szerepelt, ez volt első filmes forgatása. A közönség találkozón elmesélte, nem csak nevük egyezett a filmes karakterével, ő is születésétől fogva kerekesszékben él. Éppen a híven ültem és úton voltam hazafelé. Ugye annyira nem ért váratlanul a hívás, mert nekem, ugye, mivel ismerősök ajánlottak, szóltak is, hogy készülj rá, hogy Attila hívni fog. Úgyhogy nagyjából egy... Őszintén szóval picit azért úgy izgulva ültem, és így vártam, hogy mikor lesz az a telefonhívás. Közben meg azért úgy voltam vele, hogy majd hív, amikor hívni kell. És ezzel meglepődtem, hogy tényleg felhívott, és akkor leültünk, és szépen lassan egyre valóságosabbá vált azért ez a projekt. Úgyhogy vicces volt, és egyben ilyen izgalmas is. Igazából a kíváncsiság volt meg bennem az elején, hogy vajon ez hogy meg mint menne. És amikor elolvastam a forgatókönyvet, na akkor éreztem azt, hogy fú, ez engem tényleg érdekel, és megteszek mindent azért, hogy mondjuk enyém lehessen ez a szerep, hiszen nem én voltam egyedül versenyben, úgymond, érte. És azért izgultam persze, hiszen valamilyen szinten magamat játszom, de közben azért mégis egy másik karaktert kellett eljátszani, és azért ebben megvolt a kihívás, és megvolt egyben azért a félelem is, hogy majd ezt vajon azért mégis egy nagyvásznom, meg ez mégiscsak nem egy kisfilm, amit én leforog 15 perc alatt, vagy egy 15 perces kisfilm, hanem ez egy nagy, több mint másfél órás film, és hogy vajon aztán a nézők majd egy idő után nem érzik azt, hogy borzalmas már ez a srác, és lejöhetne a képernyőről, vagy hát a vászonról. Úgyhogy volt bennem azért egy ilyen félelem, de javarészt inkább a kihívás. Abszolút nem éreztem egyszer se, hogy fú, de elegem van ebből az egészből. Fáradtnak fáradt voltam, de élveztem is valahogy. Ez a pozitív fáradtság volt inkább, hogy úgy éreztem, hogy megvolt a munka, és hogy olyan munka volt beletéve, ami pozitív, és tényleg azt tettük bele, amit kellett. Úgyhogy egy percre se volt ilyen félelmem, vagy olyan érzésem, hogy ez de rossz, vagy kilépnék, vagy abba hagynám. Volt egy-két olyan pillanat, amikor kicsit úgy összecsaptak a hullámok, és sok dolog volt egyszerre, és akkor ezeket hogyan lehet összeegyeztetni, de mindig sikerült ezeket is megoldani. Igazából kezdve ott, hogy a nevünk ugyanaz, hogy ugye én is Zoltán vagyok, a karakter pedig Zolika, és ezzel mindig el szoktam viccelődni, hogy nem azért Zoli, mert nem tudtam volna megjegyezni a Jancsit vagy a Pistit, hanem tényleg Attila így írta meg, ezen kívül ugye születésünk óta vagyunk, mint hogyha két személy lennénk nagyjából, de hogy ugye a karakter is meg én is születésem óta vagyok mozgássérült, és ugye nem ismerem én se az édesapámat, úgyhogy valamennyire ez így jó volt, hogy sok volt a kötődés, és talán ha azt mondjuk, hogy első és akár utolsó film, akkor is egy olyan szerep volt, amiben nem kellett talán túljátszanom magamat, vagy túljátszanom a karaktert, hanem magamat adhattam. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy Tilla úgy érezte, hogy nem egy olyan filmet csinál, ahol színészek játsszák el megint ezt a szerepet. A filmben is és a való életben is elég egy vidám embernek tűnsz. Ez tényleg így van a hétköznapokban is? Hát a hétköznapokban én sokkal életeltelibb vagyok, mint a filmben mondjuk. A filmben inkább ez a világfájdalmas kisfiú szerep jutott most nekem. Míg azért a való életben nagyjából egy ilyen barba vagy hát Fekete Ádám típusú embernek tartom én is magamat, tehát tényleg folyamatosan poénok, meg pörgés, meg stb. Úgyhogy nincs megállás, de én mindig azt vallom, meg én mindig azt mondom, és azt látom, hogy ezzel sokan egyet is értenek, hogy úgy jó az élet, ha telik. Hát tiszta szívvel kettő biztos, hogy nem lesz, tehát ezt most így biztosan mondhatom, de hogy más mondjuk filmes vagy sorozatbeli felkérés lesz az életemben,
ezt még egyelőre nem tudom, az biztos, hogy nem haragudnék meg érte, mert nagyon élveztem a forgatást, és kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy kerekesszékes karakterből, hiszen azért túl sok lehetőséget azért mégsem lehet kerekesszékesként eljátszani, vajon mit lehetne még kihozni, és valahogy az egész közeg tetszett, de függetlenül nem érzem azt, hogy akkor én most innentől színész akarok lenni, és sútba dobok mindent. A filmben a nem színészek és profik közös munkája végül egy eseménydús, vicces, de mégis drámai másfél órás alkotást eredményezett. Filmbemutató után jöjjön egy kis csajosabb téma, sminkelni fognak itt a vendégeim, illetve csak Andi, méghozzá Zsanit. Sziasztok! Szia! Mit kell tudni a tavaszi sminkekről, mi az, amire mindenképpen figyeljünk mi hölgyek, akár az alapozó mennyisége, a színek kiválasztása, egy pár praktikus tanácsot adj nekünk még a sminkelés előtt. Az alapozónál nagyon figyeljünk oda, hogy legyen a nyaknál elkenve, uh-huh. Ugyanis nagyon sok olyat látok a mai napig, hogy megvan szépen a körvonal, és azt hiszik, hogy az úgy nagyon jó. Három árnyalattal erősebb az alapozó, mint a bőrszíne. Igen, úgyhogy erre nagyon oda kellene figyelni. Milyen trend színek vannak, hogyha sminkeket tekintjük? Igazából a tavaszi színek mostanában, főleg 2016-ban a sárga és az árnyalatai. Narancssárga, citromsárga, ide tartozik egyébként a barna is, ugyanis ezek földszínek. Tehát a naturális és az élénkebb színek is divatosak akkor idén. Igen. Milyen sminket fogsz, Zsanin, elkészíteni? Milyen színeket fogsz használni? Barna narancssárgával keverve. Szerintem közben el is készítheted, jó. Amúgy fontos arra figyelni, hogy kinek milyen szeme van, hogy persze. Esetleg, mit tudom én, a barna szemű hölgyeknek ajánlod a barna színeket? Nem feltétlenül, hajszínfüggő is. Tehát hajszín és szem. Kék, zöld, barna. Nézzük meg ezeket a szemszíneket. Most a hajat ne is nézzük. Mit javasolsz, milyen színeket használjanak? A kék szeműeknek én inkább a világosabb színeket szoktam ajánlani. Inkább nekik az ilyen naturális színeket. Barna, ami mondjuk Zsaninak is ékessége. Zsaninak pont azért választottam a barnát és a narancssárgát, ugyanis neki van egy nagyon szép bőre, nagyon szép szemű a szeme, és nagyon szép az alakja, és ezen majd meglátjátok, hogy nagyon szépen fog mutatni a narancssárga a barnával keverve. Hagyunk alkotni, jó. Tényleg, de még jövünk vissza, hogy megnézzük, hogy mivé is lett Zsani arca, szeme legfőképpen. A stúdió másik szegletében pedig szintén maradunk a tavaszi színeknél, a trendeknél, jó alkotást. Köszönöm. Hiszen, hogyha már smink, akkor nagyon fontos mondjuk az öltözet, ugye minden nő tudja azt, hogy mondjuk a ruhához egy megfelelő sminket kell alkotni, vagy oda-vissza ki, hogy szokott esetleg készülődni. Ha már ruhák, akkor milyen színeket ajánlasz így a tavasz érkeztével nekünk? A Pantone intézet idén is megválasztotta a divat színeket. A rózsakvarc és a derűs kék a fő színek. Ugye ezek pasztel színek, és nagyon-nagyon beillenek a tavasz színei közé. Nyilván vannak lágyabb hölgyek, akiknek erősebb színek jól állnak, úgyhogy ott van lehetőségünk a búvárkékre, vagy a fesztiválvörösre. Van az a szín, amit még kisliba zöldnek hívunk egyébként, de ez a nagyon-nagyon élénk zöld szín, amit halványabb bőrű nőkön jobban mutat, jobban kiemeli őket. Látunk alkotásokat tőled, ugye te ruhatervező vagy divattervező vagy, nagyon üde színeket használtál annál a három ruhánál, amit a nézők hamarosan láthatnak. Milyen anyagok azok, amik igenis érvényesülhetnek jobban tavasszal, ugye melegedik az idő, elhagyhatjuk a farmereket, vagy véknyabb farmereket vehetünk, mi az, ami a te szíved csücske? Nyilván utcai viseletben megmaradhat a farmer, ez egy örök divat, és nagyon-nagyon jól illik hozzá a két főszín, a derűskék és a rózsakvarc. Elegánsabb viselethez már a lágyabb anyagok, tüllők, muszlinok, a tüllszoknyák nagyon-nagyon nagy divat most, akár utcai viseletben is pólóval, ez a Kerry vonal, tudod? Abszolút. Igen. Közben így, ha oldalra lesel, láthatod a ruháidat, az előbb volt egy ilyen nagyon gyönyörű, ez a rózsaszín, kék, fehér szín, itt is érvényesül a jobb oldali, hát a bal oldali ruhánál is. Ezek festett dolgok? Kézzel festett anyagok, igen.
és ezek is ilyen nagyon lágyak. Ez milyen anyagból készült? Ő mondjuk annyira nem lágy, ő egy hernyós ilyen busesz, ő egy vastagabb anyag, de mondjuk itt mennyasszonyi ruhaként látjuk, ami festve van. Milyen anyagokkal szeretsz még dolgozni, hogyha a tavaszról van szó, és nem feltétlenül mondjuk az utcai viseletről? Ez a muszlin és a különböző sejmek. Én imádom a tüllöket, nagyon jól mutatnak, nagyon szépek. A tüllök nagyon sokat tudnak takarni, szépíteni, igen, csinosítani egy nőn. Mi az, amit ajánlasz esetleg fazon tekintetében? Mi az, ami mindenkinek jól áll, ami Jolly Jokerként mindenkinek legyen ott mondjuk a kis fekete ruhán kívül, esetleg a gardróbban? A tüllszoknya nagyon-nagyon jó. Sokan tartanak tőle, mivel hogy azt gondolják az emberek, hogy szélesítik a csípőt. De viszont egy jól eltalált derékvonalon hangsúlyozza a derékvonalát, és attól, hogy egy kicsit nagyobb lesz tőle a csípő, csak takar, tehát nem látjuk, hogy alatta mekkora a csípő rész. És megadja a nőies melderék csípő vonalat. Hogyha egy ilyen tüllszoknyát választ valaki 2016-ban, akkor érdemes akkor a trendszíneket követni, vagy ilyenkor, mivel egy bohókás anyagról van szó, akkor elengedhetjük a fantáziánkat? Elengedhetjük a fantáziánkat. Tehát a divatszín az egy iránymutató dolog, de leginkább azt vegyük fel, amiben jól érezzük magunkat, és amit szeretünk. Mennyire lehet amúgy túlzásba vinni egy-egy divatszínt, hiszen mindig vannak olyan hölgyek, akik annyira ragaszkodnak az utakhoz, a célokhoz, az idei divatszínekhez. El lehet veszni amúgy a divatban? Én azt gondolom, hogy nem, mert nagyon-nagyon sok lehetőség van. Csak tükörbe kell állni, és belenézni, és megnézni, hogy az jól áll-e nekünk. Mert azért a rózsaszínnek is kismillió változata van, kismillió árnyalata van, és biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja magának az igazit. Van egy halvány, hát ilyen sárgás... Te látod sárgás, nem igen, zöld. Igen, zöld, ez zöld szín, sárgás, zöldes, ezt akartam mondani. Ez egy esetleg évekről előbbről maradt szín amúgy, vagy ez is esetleg egy ilyen tavaszi üde, amit nyugodtan viselhetünk? Ez új, tehát nyugodtan viselhetünk, ez egy új szín. Mi az, amit mindenképpen mondanál esetleg a nézőknek? Gondolok itt arra, hogy ezt biztos, hogy ne, ez már a múlt, hiszen pár hónappal ezelőtt, mikor például az estélyi ruhákról beszéltünk, akkor azt mondtad, hogy a bársony visszajön divatba. Igen. Most van olyan, amit el kell hagynunk, esetleg a 10 évvel ezelőtti tavaszi ruhatárunkat már esetleg tépjük szét? Én azt gondolom, hogy a 10 évvel ezelőtti ruhatárunkból is nagyon sok mindent felvehetünk, csak kombináljuk be valami új dologgal, dobjuk fel egy övvel, vagy egy blúzzal, egy másik nadrággal vegyük fel. Okosan lehet használni a korábbi ruhatárat is. Egyébként nagyon nagy divat a csipke az elegánsabb öltözetekben. Én azt gondolom, most nincs is olyan ruhám, amit készítettem, és ne lenne rajta csipke. Akkor csipke minden mennyiségben, igen, rózsaszín és kék, igen, üde tavaszi színek, igen, a ruhában is. Én köszönöm szépen, Renni, hogy elfogadtad a meghívásunkat, én pedig vissza libbenek akkor a többiekhez, hiszen itt van a stúdióban még mindig, és itt átsuhanok itt a kamera előtt, még mindig itt vannak ugye Andiék. Hogy haladsz a sminkel? Szerintem nagyjából készen vagyok. Nagyjából készen is vagy? Én azt hittem, hogy még kell neked 3-4-5 perc, hogy teljesen a végkifejlet meglegyen. Nem tudom, hogy a kollégák tudnak-e esetleg közeli felvételeket adni majd Zsani arcáról. Mennyire jól sminkelhető Zsani? Ő tökéletes. A szemöldökvonala nagyon szép, úgyhogy tökéletes arany. Viszont arra nagyon kell figyelni, hogy szemöldökig ne legyen soha fent a smink. Na, és amennyiben akkor még egy nappali sminkről van szó. Mi az, amit mindenképpen kerüljünk, vagy éppen használjunk? Gondolok itt arra, hogy tús, szemhéjpúder, erős rózs, bármi ilyesmi. Arcfüggő a dolog szintén, de amit mindenféleképpen én tanácsolok mindenkinek, amikor lealapozzuk az arcot, barnítót vagy pirosítót mindenféleképpen tegyünk fel, mert teljesen egysíkú lesz az arc, ha ez nincs meg.
Azt látom, hogy neki is egy ilyen barnás szint használtál az arcánál. Miért ezt a rúst vagy szájfényt választottad a Zsani sminkjéhez? A narancssárgához szerintem ez, és az ő arcához ez egy ilyen nagyon kis lájtos szín. Ha egy élénkebbet raktunk volna fel, az már nagyon sok lett volna, főleg egy hétköznapra. Erre amúgy figyelni kell, tehát hogyha a szem erőteljesebb, akkor az ajkakra akkor valami finomabb szín. Igen, így van. Viszont ha a szájakat hangsúlyozzuk, akkor a szemet egy picit háttérbe szorítjuk. Említetted, hogy most minden divat, tehát az élénk színek is, valamint a naturálisabb, mondjuk ezek a barna, meleg színek. Mi az a tipikus hiba, amit elkövettünk mi nők otthon, nem profiként, mondjuk nem tudom, 8 kiló szempillaspirált kenünk a igen, és pár nagyon szépen, és az nagyon szépen össze van csomósodva. Aztán a kék és a zöld színek, amik nincsenek elsatírozva, és ilyen pacába mutatnak a szemhéjon. Az is nagyon szép, tehát ez kettő. Esetleg rúzs, vagy mondtad ugye az alapozót, hogy itt nagyon látszódik, hogy itt ez vége szakadt, kész. Igen, hát a rúzsnál igazából annyira nem. A piros rúzsnál tudunk bakizni nagyon nagyot, nem a szájnak a vonalába kenjük, és amikor a fogunkon virít a piros rúzs, az nem szép. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, mi pedig nem sokára jövünk vissza.